erős vár a mi Istenünk. Néhány hete püspöktársaim nevében is azt az örömhírt tudtam megosztani, hogy ismét tarthatunk templomi istentiszteleteket. Most kifejezetten a pünkösdi, majd az azt követő ünnepi istentiszteletekre szeretnék hívogatni a templomba. Igen, mert nagyon fontosnak érzem, hogy a Cselekedetek könyvében úgy kezdődik a pünkösdi történet, mindnyájan együtt voltak a tanítványok ugyanazon a helyen. De jó lenne, ha ugyanazon a helyen, a templomban mi is most együtt lennénk. És ezzel kapcsolatban vannak még olyan jó híreim is, amire talán érdemes odafigyelni. Kérésem és biztatásom tehát, hogy menjünk templomba, éljünk az Isten tisztelet látogatás lehetőségével. Ha belépünk a templomba vagy a kápolnába, akkor egészen biztos, hogy szívastével egy fertőtlenítő, annak segítségével valóban végezzük el ezt az egyszerű, de talán sokak számára életmentő mozdulatot, és tegyünk föl maszkot. Ha nem hoztunk magunkkal, akkor legfőbb gyülekezetben lesz ki van téve. A lelkész az ige hirdetés alatt nem viseli, de különben az ő számára is ajánlott. És ahogy belépünk itt Budagyöngyél a kápolnába, evangélikus életet is megvásárolhatjuk, hiszen nagyon fontos, hogy így is kapcsolatot tartsunk egyházunk többi munkaágával, illetve a belsejéről se feledkezzünk el, hiszen hosszú időn keresztül nem adakozhattuk ilyen formában. Jó hírem, hogy most működőtől kezdve énekelhetünk is. Igaz, hogy maszk mögül, de azért szívből jön a ének. A pünkösdi püspöki pásztorlevél talán legörvendetesebb híre, hogy ismét hívunk úrvacsora vételre minden testvért. Fájdalmas volt ettől távol maradnunk, de úgy érezzük, hogy most már nagyon óvatosan, egymástól távolságot tartva, nem közös, nagy kehelyből, de vehetjük magunkhoz Krisztus vérét és az ostyán keresztül Krisztus testét. Azt ajánljuk, hogy vagy az úgynevezett instinkciós kehelyet használjuk, vagy nagyon sok gyülekezetben van már kis kehely, vegyük el, vagy fogadjuk el az ostyát a paténáról, és a kis kelyhet kezünkbe véve pedig fogyaszthatjuk a bort, Krisztus vérét. Piros az oltárterítő, mindenkit vár a pünkösdi istentisztelet. Hogy is olvastuk a Cselekedetek könyvében, mindnyájan együtt voltak, ugyanazon a helyen. Áldott pünkösdöt kívánok!